Örömmel köszöntök mindenkit az újabb horgász videónkon, ahol, mint látható, Vértessomló határában vagyok jelenleg, és a vértessomlói horgásztavon fogunk eltölteni egy 24 órás horgászatot. Nagyon nem készültünk fel erre a horgászatra, hiszen a hét második felén jött az ötlet, hogy akkor jöjjünk el és nézzük meg ezt a helyet. Az időjárás nem biztos, hogy a kegyeibe fog minket fogadni, de mi mindent megteszünk azért, hogy egy kellemes kis 24 órát töltsünk el itt, és minél többet megtudjunk a vértessomlói tó halálományáról. Vagyunk egy újabb 24 órás horgászaton. Mesélj, hogy érezted magadat, milyen volt ez a tó? Nagyon jó volt. Ez a tó már rég volt érdekelt. Sikerült végre összehozni, bár nem volt túl egyszerű. Az időjárás, az éjszakai időjárás, én úgy gondolom, hogy nagyon jól éreztem magam, egy szuper pecó volt. Sikerült legyőznöd, elég komolyan. Nagyon sok szép halat sikerült partra terelned, és sikerült olyan halat is fogni, amit eddig még soha. Így van, végre egy újabb dolog kipipelve a bakancs listámon, úgyhogy remélem lesz ennek még folytatása. Mondtad, hogy már többször szóba került ez a tó, de még valahogy sosem jöttél ki ide. Azt mondtad, hogy fogsz még ide jönni, ez így lesz? Így van, ezután biztos. Más helyet fogsz választani? Mert most ugye a kettes helyet fogtuk ki, mivel le volt foglalva az egész tóhoz képest, igen. Szűkös, igen sok szabad hely volt a tópartján. Másik helyet próbálnák-e? Nagyon jó volt ez a hely, sok halat adott. Jól is éreztem magam, de mindenféleképpen érdekelnek azok a nagy halak, amiket ebben a tóban lehet fogni. És az itt elmondottak alapján, akik itt horgásznak már régóta, azok azt mondták, hogy más helyet kell választani, nem ezt. Úgyhogy legközelebb biztos, hogy más helyre fog jönni. Melyik csalik működtek itt a 24 óra alatt? Volt jó néhány csali, amit kipróbáltam, gyakorlatilag szinte mindig jól választottam. Ez egy nagyon nagy szerencse volt, nem rám jellemzően. Tapasztaltam, mert ami nálad működött, az nálam legtöbbször nem működött. Vagy jóval később, ha működött egyáltalán. Melyik csalit próbálnád ki, ha most újra kezdenéd az egészet így, hogy már tudod, túl vagy egy 24 órás horgászaton, mivel jönnél ide? Hoznál-e még valamit például, amit nem használtál? Inkább azokat használnám, amik beváltak most, első körben. Beszéljünk róla egy pár mondatot, hiszen biztos van, aki kíváncsi arra, hogy ha eljön ide, akkor mivel készüljön? Fermentix-val,
Mindenféleképpen. Melegbe, természetesen, melegbe. Ugye az ne felejtjük, hogy július közepe van. Melegbe Június, fogunk. június közepe van, bocsánat, június vége. Csak ki tudom mondani. Igen, a Fermentix, ami nagyon működött, volt egy... Nálad. volt egyfajta bojli, ami működött, egy epres. A típusát pontosan nem tudom, mert egy kiállításon kaptam. Majd kiírjuk a videó végére. Ezen felül gyakorlatilag nem tudom mi volt ez, mit használtunk még, ami hát amikor elkezdtem itt a horgászatot, ugye hamarabb értem ide, és mivel kiderült, hogy előttünk, akik foglalták a helyet, ők nem jöttek el, így hamarabb el tudtam kezdeni a horgászatot. Én is a vajsavas, tejsavas cuccokkal kezdtem, az első egy órában egy mozdításom se volt, aztán bekevertem a jó megszokott Betamix kekszest, amivel nagy hibát követtem el, mert csak egy fél csomaggal hoztam magammal. Én úgy tudtam, hogy van még egy csomaggal a kis ládikóba, de ezek szerint marhára felkészültem, nem hoztam. Gilisztával is folyamatos pörgés volt, tehát amíg te elmentél egy negyed órára, amiből több mint egy óra lett, belekerültem abba a csávába, hogy egy hal a merítőbe, szájába a horoggal, és a mellettem lévő két rotpodnak mind a két végén visított két darab horgász volt, úgyhogy elég szerencsétlenül éreztem magamat, de nagyon nagy élmény volt. Aztán éjszaka kicsit lecsöndesedett a történet, nekem egy-két Hollywood pelletes kapásom volt, hiszen az etetőanyag, amit használtunk szemes anyagot, abban Hollywood pellet volt túlnyomó részt, és még egy epres 80 mm-es smokeborra jött hal, azon kívül bármivel próbálkoztam, nálam nem nagyon ment a történet. Nálam igazából az utóbbi időkben bevált teljesavas ananász Fermentix csalira jött éjszaka szinte az összes hal. És milyen etetőkajára? Ez viszont a Maros Mixnek a Hollywood, azt hiszem Hollywood mikropelletjére. Aminek elég kellemetlen szaga volt. Így van, elég kellemetlen szaga van. Először nem is voltam benne biztos, hogy én ezt használni akarom, de aztán nem bántam meg. Nagyon jól működik. Nem fogtunk nagy halakat, bár hiszem 5,3-as volt a legnagyobb pontjad, amit fogtál. Az átlag az ilyen 2,5-3 kilós pontjok voltak, de nagyon erősen küzdöttek, nagyon sportos halak voltak. Nagyon sok halunk el is ment, azt azért hozzá kell tenni, hogy sok halvesztésünk volt. Lehet, hogy egy picit erőltettük is a dolgot, és erőszakosan próbáltuk őket kiszedni, amit nem kellett volna. Annak a hevébe, hogy végre itt a hal, és akkor húzzuk kifelé. De azt mind a ketten megbeszéltük és megállapítottuk, hogy ha nem lenne holnap program, akkor maradnánk. Ez így van. Mindenféleképpen maradnánk. Tehát a tónak és a helynek az atmoszférája, az azt mondom, hogy ez tényleg kikapcsolódás, ez tényleg pihenés. Fák alatt hiába esett az eső, biztonságban voltunk a fák alatt, hiába fújt a szél, a nagy sátrat nem mozgatta meg. Sütött a nap, utána árnyék lett, tehát nem kellett megpusztulni a 40 fokba. És hát ez a kilátás, ez a táj, ez mindent mond. Pedig mondom, széltől, esőtől kezdve minden volt az ég egy adta világon. Abszolút egyetértek. Biztos, hogy eljövök még egyszer elmondom, biztos, hogy ki fogok még ide jönni. És megpróbálom a másik helyeket is, ahol állítólag meg lehet fogni a nagyobb halakat. Igen, mert állítólag a tónak a hátsó vége, ami ahova mi nem tudtunk elnyúlni, ott azért elég komolyabb vízmélység van. Itt ilyen 2,5-3 méter körüli a vízmélység, ott 14 métert is meghaladja. Az előbb sétált ki az egyik spori, és ő mesélte, hogy egy-két kisebbet fogott, de 9 és 7-es környéki pontjukat sikerült fogni, amivel mi nem is találkoztunk, vagy netalántán azok között lehetett, akik megléptek. Igen. De élmény megvolt, mind a ketten fogtunk tokot, mind a ketten fogtunk keszeget, igen, mind a ketten fogtunk pontjukat, elfáradtunk, elindulunk haza, és legközelebb ismét horgászunk valamerre. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is.